Ragyogó szép napot mindenkinek! Itt személyesen a nap beszél, és ez itt a Sun Híradó. Örömöm szavakkal nem leírható, hogy ma is itt vagytok. Vágjunk is bele a gaming világ legújabb hírébe. Nagyon ritkán esik meg az, hogy magyar kötődésű hírekről és drámákról beszélek, ugyanis szívesebben maradok ki a vitából, ami ilyenkor körülöttük forog. Másrészt úgy is tűnhet, hogy csak meg akarom lovagolni a hype hullámját neki, de a mostani eset Chris Advice-szal olyan egyedi, és sajnos negatív értelemben, de fenomenális, hogy úgy érzem, muszáj megemlítenem. Ha esetleg egyáltalán nem hallottál volna az esetről, vagy csak információ foszlányok jutottak el hozzád, akkor gyorsan pár mondatban hadd adja a kontextust hozzá, és hadd magyarázzam el a lehető legegyszerűbb módon. Egy hónapja adta ki az Amazon a nagyszabású MMORPG játékát, a New World-ot. A zsanrától elvárható módon a játékban van PvP rendszer is, ahol a játékosok egymással harcolhatnak. Ha pedig jól értelmezem, mert annyira én sem vagyok benne a játékban, különböző népek vagy frakciók vannak, de ezeket leginkább csak a színük alapján emlegetik, mint hogy például lilák. A népek pedig elfoglalhatnak területeket egymástól, így nyilvánvalóan az erősebb, több létszámmal rendelkező, illetve ügyesebb és jobban koordinált csapatok képesek lesznek gyakorlatilag másoktól rabolni. A másik dolog, amit tudni kell, hogy létezik szerver transfer, azaz egyik szerverről a másikra át tudsz menni. Chris is így tett, illetve a csapatának egy része is. Az adott szerver játékosai pedig olyan értelemben vannak ilyenkor érintve, hogy gyakorlatilag egy konkurencia érkezik számukra, akitől tarthatnak, és fennáll a veszély, hogy kifoszhatják őket. Chris és a csapata pedig el is kezdett területeket betámadni, de a szerveren tartózkodók egyfajta tüntetést kezdtek el folytatni ellene, hogy mégis hogy képzeli ezt, és próbáltak akadályozni játékon belül, ahogy csak tudták. De aztán nem sokára kitudódott, hogy Chris streamel is Twitchen, és a szerver felbőszült tagjai átmentek hozzá, és gyakorlatilag már a való életbe vitték át a problémájuk, és élőben kezdték el nem valami kulturáltan, negatív és sértőjelzőkkel illetni. Sajnos tudjuk, hogy minden gamer közösségnek megvan a toxic és rondott rétege is, de elég elszomorító, hogy egy játékban elszenvedett sérelme miatt valaki odáig elmegy, hogy az adott személy után menjen, és gyakorlatilag már majdnem, hogy az arcába mondjon dolgokat. Elég szociopata viselkedés, hogyha engem kérdeztek. A felbőszült vesztesek, akik Chris csapata miatt estek el a területektől, gyakorlatilag lélektani hadviselést folytattak napokig, stream sniperolták és próbálták úgy zavarni, ahogy csak lehetett. Van róla creep, hogy kipejtek ki ezt is. Is this not harassment? Like this guy is following me for two days now. Two days now. Ráadásul született egy Reddit poszt is, ami próbálta annyira elferdíteni a történteket, amennyire csak lehetett, és minél rosszabb színben feltüntetni Christ. Gyakorlatilag megpróbálták bannoltatni a játékból. El lehet képzelni, hogy ennyi negatív behatás után az ember rendkívül türelmetlenné és frusztráltá válik, ami abszolút érthető. Nem csak hogy a játékbeli élményét rontották el, de a hangulatát is, ami pedig a streamjére van kihatással. Ezáltal a munkájában is akadályozták ezek az emberek. Próbált is tenni ezzel ellen Chris, viszont talán egy picit sajnos így csúszott félre a történet számára, ugyanis egy pár embert harassmentért bereportolt. Ezek a reportkiosztások szerintem abszolút jogosak voltak, és tényleg kimerítették a harassment fogalmát. Viszont kétélű penge volt ez, ugyanis kontextusból kiragadva egyfajta bizonyítékként próbálták tálalni a játékosok, hogy bizony ez a streamer mindenkit, akit lát, jelent, és hogy ez milyen rossz meg szabályellenes. Illetve sajnos volt egy megszólalás a Chrisnek, ami tényleg egészen ki lehet ragadni a szövegkörnyezetből, és felhasználni ellenem. Hát ez nem dead server, azt nem mondanám. Dead server. Ó, itt van a chaten a srác, már nagyon mérges, a chaten. Mert akkor leprint screenelem a chatet is. Nagyon mérges, már sír. Yeah, yeah, make sure to report the kids, guys. Make sure to report them. They are almost crying. A New World adminjai végül talán emiatt hajolhattak a büntetés kiszabásának irányába. Ugyanis szabályellenes reportolásra buzdítani tömegeket, hiszen visszaélésnek minősül. Mindössze szerencsére csak 24 órát kapott, de én úgy gondolom, hogy ez is jogtalan volt. A teljes eset fajsúlya már az események kezdetekor rég túlmutattak azon a klippen, amiben esetleg úgy tűnhetett, hogy Chris indokolatlanul reportolgat, és másokat is erre buzdít. Az egész azzal kezdődött, hogy ő csak a játék szabályai szerint játszott, erre fel pedig stream sniperolni, akadályozni és sértegetni kezdték. Chris egy posztot is írt ki Facebook oldalára, és azt is mondta, hogy egy videó készül, ami feltárja az igazságot. Az UFO-s dokumentum filmjéből kiindulva ez is biztos úgy össze lesz rakva, hogy egy percet nem fognak a New World adminjai gondolkozni, hogy ki a háború bűnöse.
itt az ideje, hogy más háborúról is beszéljünk, a háború istenéről, azaz Kratosról. Egy óriási hír van a játék kapcsán, ugyanis a God of War PC-re is érkezik. Eddig ugyebár csak PlayStation-ra volt exkluzív, és úgy hihettük, hogy ez mindig is így lesz. De végül is Steam-en megvásárolható lesz 2022. január 14-én. A játék PC-s verziója több mint 60 FPS-sel is játszható lesz, és 4K-s támogatást is fog kapni. Illetve nem utolsó sorban sokkal több ember számára elérhető lesz ez a legendás játék, és így több rajongója is lesz a sorozatnak, ami a Sony-nak nem egy rossz biznisz. Hiszen a Ragnarok eredetileg nem fog PC-re megjelenni, szóval akik most bele fognak szeretni a God of War-ba, azok hajlandóak lesznek megvenni a PS5-öt. Ezt nevezem Stonksnak. Már csak abban reménykednék, hogy az eredeti God of War-okat egészen 1-től 3-ig remasterolnék. Deja vu-m lett. A GTA trilógiájának remasteréről végre kaptunk egy épkézláb trailert, illetve azt is elárulták, hogy pontosan mi fog változni. Hát, a Rockstar hozta a Rockstar színvonalat. Mármint nem a régi Rockstarosat, hanem a GTA 5 utánit. A trailer végig azt mutatja, hogy mennyit fog változni a grafika. És ez mind szép és jó, de gyakorlatilag csak reshaderik a játékot, meg valószínűleg a fő karaktereknek kicserélik a modelljét. Ezeket mind meg lehetett tenni modokkal is egészen idáig, ami ingyenes volt. Ja, de már nem lehet őket elérni, ugyanis a Take-Two minden modderre rávert egy jó kis DMCA strike-ot és hajlandóak bíróságra is vinni az embereket. Azon se lennék meglepve, hogyha a modderek által elkészített modot fogta volna a Rockstar és rárakták a játékukra is. Kész. Valószínűleg azért nyomták el ezeket az embereket, mert jobban végezték a munkájukat, mint maga a Rockstar, és féltek. Az egyetlen érdekes dolog az az lesz, hogy elméletileg a GTA-re hasonlító mozgási fizika lesz benne, de a többi nem valami izgalmas. A második sorban írják, hogy javított fegyverirányítás lesz, és a kocsikból ki fogunk tudni lőni. Konkrétan az eredeti játékban volt erre egy cheat kód. A rádióállomások között most már egy kör alakú menü lesz. Ez egyébként nem is olyan rossz, bár hogyha nem vették meg újra a legendás zenéknek a licenszét, mint például a Vice City-ben a Billie Jean-t vagy Self Control-t, akkor nem is érdekel. Lehetőséggel lesz az elrontott küldetéseket azonnal újraindítani. Ez a funkció pedig benne volt a már 1000 éves mobilos verzióban. Körülbelül semmi sincs, amit le kellett külön programozniuk, minden csak copy-pasteltek. Nem azt mondom, hogy rossz lesz a végeredmény és játszhatatlan lesz a játék. Sőt, aki nem játszott az eredeti 3-mal, annak remek lesz ez a lehetőség, hogy megkapja azt az élményt, amit tudnak nyújtani, csak egy kicsit modernebb köntösben. Viszont az olyanok, akik ezeken a játékokon nőttek föl, azok nem biztos, hogy annyi extrát fognak kapni, hogy 60 eurót megérje kiadni érte. Érkezzenek a villámhírek! A Halo Infinite egy olyan lépés fog megtenni, amit még más játék nem nagyon mert. A ranked rendszerének a meccskeresője meg fogja különböztetni az egér és kontrolleres játékosokat. Lesz külön ranked csak egérre játszóknak, és lesz külön ranked azoknak, akik kontrollerrel nyomják, de hogyha nem zavar, hogy az ellenfeled más perifériában nyomhatja, akkor választhatod a vegyes meccskeresést. Talán így el lesz kerülve az 1000 éves vita, hogy az aim assist OP, illetve az újukat használó kontrolleresek sem fognak panaszkodni arra, hogy de a PC-seknek ott van az egész karjuk. A Steamre egy új és kényelmes bejelentkezési módszer fog érkezni leakek szerint. A kócsolók szerint képesek leszünk QR kód beolvasásával hozzáférni a fiókunkhoz és játékainkhoz. Meg lehet, hogy azért született meg az a döntés, mert majd az érkező Steam Deck konzolon nehéz lenne bepötyögni a jelszavunk, viszont a funkció valószínűleg PC-re is fog érkezni. Köszönöm, hogy velem tartottatok a Szánhíradó a heti részében. Hogyha tetszett, akkor tudjátok, hogy mi a dolgotok, illetve iratkozzatok fel, hiszen tudjátok, új nap, új hírek. Én Szán voltam, és ne felejtjétek, Krisz lehet elveszítette a csatát, de a háborút még nem.